Kedveled az iskoládban a konyhai dolgozókat? Szépen tálalják az ételet, kedvesen szólítanak meg, megjegyzik, hogy mi a kedvenc ételed? Segítőkészek, ha kérdésed van, készíts vele egy szelfit és nyerjetek. Így szól az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet felhívása arra vonatkozóan, hogy keresik 2018 legkedvesebb iskolai konyhás néniét vagy bácsiát. Ez lesz tehát a témánk az elkövetkezendő néhány percben. Beszélgető partnerem pedig az OGYI dietetikusa Mihály Kinga. Jó napot kívánok! Szép jó napot kívánok, és szép jó napot kívánok a hallgatóknak is. Volt-e már ilyen akció az országban? Hát pontosan ilyen nem, hogy az év konyhásnéniét vagy konyhásbácsiát kerestük volna, hiszen ez egy első alkalom, mert szeretnénk, hogy a gyerekek a tálalási körülményeket és a környezetet értékeljék most, és a konyhán dolgozóknak a munkáját szeretnénk ezzel elismerni. Korábban volt már egy év középkeztetője díjunk, amikor szintén a középkeztetésben dolgozók munkáját ismertük el, csak akkor a top menza 50 ételt kerestük, aminek az volt a lényege, hogy a gyerekek szavazták be azokat az ételeket, amit a középkeztetésben elfogyasztottak, ízlett nekik, kedves volt számukra, újdonság volt adott esetben, és a középkeztetésben olyan finoman készítették el, hogy megérte nekik azt, hogy beküldték, szavazhattak rá, és ezzel utána nyereménnyel nyerhettek, akár osztálykirándulásra költhették azt a nyereményt, vagy Erzsébet-utalványt kaptak ugyanis a gyerekek. Gyakorló szülőként is azt gondolom, hogy nagyon nem mindegy az, hogy akár otthon is, hogy tesszük a gyermekünk elé az étel, de hát nyilván az sem mindegy, hogy ezt az iskolai körülmények között akár a szakácsnénik hogyan teszik meg, mert hogyha szépen, kedvesen van tálalva, akkor talán kelendőbb is. Jól gondolom, hogy ez is lehet egy célja az akciónak? Pontosan ez az egyik legfontosabb célja, a másik pedig, ugye nagyon sokszor azt halljuk, hogy a gyerek nem eszi meg a menzán az ételt, ránéz és azt mondja, hogy fúj, ez nem tetszik, nem ízlik. Nagyon sokszor meg se kóstolják a számukra ismeretlen ételeket, hiszen ezzel a reformmal, ami most a középkeztetésben történt, ugye a rendelet nagyon sok mindent előír, bizonyos ételeknek a korlátozását, bizonyos ételeknek meg a gyakrabban való adását, ilyen például a teljes kiérlési tésztafélék, vagy pedig az alternatív gabonák is bekerültek a középkeztetésbe, gyakran találkozhatunk bulgurral, kuszkusszal, akár kölessel, tehát rengeteg olyan újdonság van, amivel esetlegesen a gyerekek nem találkoztak korábban. És a tálaló konyhásnéninek, a konyhásbácsinak, de tálalást végző konyhai munkatársaknak abban is nagyon-nagyon fontos szerepük van, hogy esetleg azt mond egy pár szót róla, hogy kóstold meg, ez ezért finom, az azért finom, ez ezért tápláló, azért tápláló. Emlékezzünk vissza, hogy gyerekkorunkban a spenótot hogy etették meg velünk. Popeye eledele, erős lett tőle, tehát egy valamihez kötötte a gyerek, vagy köti a gyerek, hogy ő mitől lesz esetleg, hogy szép lesz a haja, vagy nagyra fog nőni, vagy a répánál, amikor mondtuk, hogy jól fogsz tudni fütyülni. Lehet, hogy ezeknek nincsen valós alapja, hogy most a spenotolizmus lesz, de mégis azzal, hogy egy rajzfilmfigurához, vagy egy kedves mondathoz kötöttük, sokkal szívesebben elfogyasztottuk, mint hogyha csak odarakták volna elénk, hogy tessékedd meg. Közben pedig egy kölcsönhatás jut eszembe, arra gondolok, hogy az a gyermek, akinek az édesanyja otthon tálal hasonló ételeket, mint amit az előbb ön is említett, teljes kiőrlésű termékek, vagy különböző nem hagyományos, vagy éppen hagyományos gabonafélék, az talán az iskolai étkezésben is jobban elfogadja ezeket. Vagy van a másik helyzet, amikor az iskolai étkezésben, étkeztetésben ismeri meg a gyermek ezeket a termékeket, és talán otthon is elfogadóbbá válik irántuk. Igen, hát tulajdonképpen ez a Merőkanál honlapunk, ami www.merőkanál.hu, természetesen ékezetek nélkül. Ezt a honlapot pontosan azért találtuk, és ezt a kampányt azért hoztuk létre, hogy ezen a honlapon a középkeztetőknek, a szülőknek és a pedagógusoknak vannak fontos információk a középkeztetésről. Azokat a recepteket, amit a Top Menza 50 ételbe, tehát a korábbi év középkeztetője cím elérésében nyertes ételek, fönt vannak a honlapon, és azok ugye a középkeztetésben nagy létszámra készülnek, de a szülők megtalálhatják ennek a családi változatát is,
hogy el tudják otthon ők is adott esetben készíteni azt a mediterrán pennét, vagy azt a hansági gulyáslevest, hogyha nem találkoztak vele. Tehát amiket a gyerekek beszavaztak és szívesen fogyasztottak, azt mondja, hogy én szeretnék otthon is enni egy olyan ételt, amit a menzán megfőztek, lehetőség van rá. Azon kívül ezen a honlapon mi csináltunk egy olyan kis 10 filmből álló részt, amit Kovács Lázárral és Rákóczi Ferivel forgattunk, pontosan azért, hogy a szülőknek lehetősége legyen bepillantást nyerni egy nagyüzemi konyha működésében. Nagyon sokszor nem tudjuk elképzelni, hogy hogy néz ki egy nagyon nagy üst, amiben 500 főre főznek például, vagy 1000 adagos ételeket, amikor elkészítenek egy középkeztetésben. Ezek magyarázatot adnak, hogy mi a különbség a középkeztetés és az otthon elkészített dolgok között. Betekintést nyerhetünk egy raktárba, egy hús előkészítésbe, egy zöldségfeldolgozásba, tehát nagyon sok olyan információt kaphatnak a szülők, gyerekek, pedagógusok, hogy milyen nehéz a középkeztetésnek a munkája, és gyakorlatilag ezzel az év konyhásnéni konyhásbácsiával szintén az ő fáradozásaikat szeretnénk elismerni, és hogy a gyerekeken keresztül eljutatni az információt, hogy ez egy kölcsönös kapcsolat legyen a konyhásnéni, illetve a gyerekek között, hogy amikor tálalja az ételt, akkor információt tud átadni a konyhásnéni a gyereknek, és a gyerek nagyon sokat tanulhat abból, hogy mit eszik, hogyan eszik, és miért kell neki azt megenni. Ha beküldik a selfit, akkor ugye az osztályfőnököt is bevonjuk azzal, hogy neki egyrészt a szülővel föl kell venni a kapcsolatot, hogyha nyilvános helyen megjelenik a fotó, akkor engedélyt kell kérni a szülőktől, tehát a szülő is tudomást szerez arról, hogy a középkeztetésben történik valami, illetve a pedagógus is segítségére van a gyereknek, mert ez egy közös cél, hogyha nyernek, akkor az osztály együtt tud nyerni, együtt tudnak nyerni egy kirándulást adott esetben, és ez megkönnyítheti az ő osztálykirándulásukat, hogy van egy határozott cél, amiben van segítség, és nagyon sokat lehet egy ilyen osztálykiránduláson tanulni. A szülők megörülhetnek, hogy adott esetben egy olyan helyre eljut a gyerekük, ahova csak úgy egy sima mezei osztálykirándulás során nem biztos, hogy eljut. Például mondjuk egy egészséges környezetet bemutató osztálykirándulásra gondoltunk ebben az esetben. Nem árulom el pontosan, hogy mi lesz a nyeremény, de elképzelhető, hogy el tudnak menni egy tejüzembe, láthatnak tehénfejéstől kezdve a tejfeldolgozás lépcsőit. Tehát igyekszünk olyat, ami számukra tanulságos lesz, és mindenféle olyan információt tudnak kapni a gyereket játszva, amit nem biztos, hogy egy iskolai tanóra keretében el tudnak sajátítani. Sokkal fontosabb, hogy megfelelő környezetben, a helyszínen tanuljanak, kapjanak olyan információt, amit esetleg a könyvből, tankönyvből megtanulva nem olyan izgalmas számukra. Ahogy ön is mondta, egy közös szelfit kell készíteni. Ennek tulajdonképpen mi lehet a helyszíne, hogyan kell ezt elképzelnünk, illetve a játéknak mik a további részletei? A konyhásnénivel kell egy szelfit készíteni, akár ott a konyhaablaknál, vagy esetleg, hogyha a konyhásnéni kijön, tehát a tálalás végén ki tud jönni, és az osztállyal készítenek egy közös fotót, bármilyen módon, csak nevezni kell a gyerekeknek, beküldeni a konyhásnéninek a nevét, hogy melyik szégnél hol dolgozik, tehát erre ott megvan a honlapunkon a pontos információ, hogy milyen adatokat kell megadni, melyik osztálykülibe, melyik iskolából, stb. Ugye a pedagógusnak az a feladata, hogy a fényképen szereplő gyerekekről a szülőtől egy hozzájárulást kérjen, mert utána mi ezeket a fotókat föl fogjuk tölteni egy Facebook oldalra, tehát nyilvánosságra kerül, és ezért fontos a szülők hozzájárulása, és a nyilvános oldalra, amikor felkerül, április 6-áig kell ezeket a szelfiket beküldeni, és mi április 10-e és május 10-e között a Facebook oldalon föltöltött fotókra szavazhatnak a gyerekek, iskolák, bárki szülők, hogy tényleg ő az a legkedvesebb konyhásnéni, illetve konyhásbácsi, és aki a legtöbb szavazatot fogja kapni, az lesz a nyertes. Tehát ez egy nagyon izgalmas dolog lesz, mert a Facebookot nagyon gyakran nézik a gyerekek, és akkor már egy ilyen lájkolásos, egy ilyen szavazásos
módszerrel meg fogjuk tudni kapni tőlük, hogy ő általuk ki az, akit leginkább arra érdemesnek tartanak, hogy nyerjen. És az eredményhirdetés az pedig május 15-én lesz. A konyhásnéni is fog nyerni természetesen. Szeretnénk az ő munkájukat is mindenképpen elismerni. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy akik minden nap ezt a nehéz, küzdelmes munkát elvégzik, valamilyen módon elismerésben tudjanak részesülni. Minden további részletet megtalálnak, tehát a www.merőkanal.hu internetes oldalon. Még egy pontos kitétel, azt írják a játék kiírásában, hogy egy osztály csak egy konyhai dolgozót jelölhet. Így van, de azt lehet, hogyha több gyerek fotózkodik le a konyhásnénivel, akkor mi abból egy montást fogunk csinálni. Tehát nem fogjuk mi se több képen megosztani, hanem hogyha nem tud úgy lefotózkodni az osztály a konyhásnénivel, hogy együtt az osztály és a konyhásnéni, hanem mondjuk több tanuló fotózkodik a konyhásnénivel, abból mi fogunk egy montást csinálni, tehát valóban egy osztály, egy konyhásnénit jelölhet, aztán pedig reméljük, hogy minél több szavazatot fog kapni, hogy az ő konyhásnéniük nyerjen. A számomra egy érdekes momentum, hogy a fotó, a szelfi mellett indoklást is várnak a gyerekektől. Hát nyilván a gyermeki fantázia, a gyermeki lelemény az majd itt is hoz érdekes magyarázatokat, indoklásokat. Gondolom, hogy kíváncsian várják ezeket is. Igen, ezért is kértük, hogy indokolják meg, hogy nem csak azért, hogy mert nagyobb adagot ad, vagy nála lehet repetálni, hanem hogy valóban mi az, ami őket arra sarkalja, hogy azt a konyhásnénit jelöljék, mi az az indok, amitől ő neki tényleg kedves ez a konyhásnéni. És ez nagyon izgalmas lesz számunkra, és biztos vagyok benne, hogy amikor az eredmény hirdetés lesz, akkor biztos fogunk szemezgetni egy-két olyan megjelölést, vagy egy-két olyan jelölő szöveget, ami mindenki számára tanulságos lesz, és örömmel fogjuk megosztani másokkal is ezeket a dolgokat. Szeretném, hogyha a folytatásban egy másik akciójukról is röviden szót ejtenénk, ez pedig szintén ehhez az évhez kötődik, amikor is keresik 2018 legjobb diétás közétkeztetőit, mert hogy azt gondolom, hogy az utóbbi években nagyon-nagyon fontos momentum, hogy az a gyermek, aki bármilyen ételallergiában szenved, vagy akár cukorbeteg például, az ő igényeit, speciális igényeit is ki tudják elégíteni egy iskolai konyhán, és hát ilyen módon ez az akció is azt gondolom, hogy komoly létjogosultsággal bír. Erről mit kell tudni? Az év közétkeztetője már volt egy ilyen díjunk, és ez egy vándordíjként indult el, és akkor a normál étkeztetésre fókuszált. Valóban egyre nagyobb a diétás étkeztetésre való igény, és ezért úgy gondoltuk, hogy ezt a szegmenszt is tudjuk támogatni, segíteni, és ezért az idei évben három témakörben, a cukorbeteg, a lisztérzékenység és a tejfehérje érzékenység témakörében szeretnénk kiírni az év diétás közétkeztetője címért való, hát idézőjelbe küzdelmet, mert ez nem küzdelem, hanem inkább versenyt szeretnénk hirdetni. És itt az a fontos, hogy a rendeletnek megfelelően lehetőség szerint minél változatosabban és minél ízletesebb ételeket tudjanak a gyerekek tányérjára rakni a közétkeztetők, ezért mi ebben a három témában 10 napos, 3-szor étkezésre szervezett étrendet kérünk a pályázóktól, ami természetesen megint szakmai zsűri fog ellenőrizni, a gyerekek is meg fogják kóstolni, tehát egy közös munkával fogjuk tudni megállapítani, hogy ki lesz a nyertes, és ennek a versenynek a végén lesz egy diétás ételkészítési szakács verseny, tehát gyakorlatban is megmutathatják a közétkeztetők, hogy valóban olyan finom és olyan jó az az étel a gyerekek számára, szívesen fogyasztható az a diétás étel, amit ők beküldenek a pályázatok során. A pályázatnak a beküldésével kapcsolatban április 2-a és június 15-e között lehet beküldeni a pályázati anyagokat. Ha valaki valamit véletlenül elront vagy lemaradt, hiánypótlásra természetesen lesz nekik lehetőségük, és ezután a szakmai zsűri meg fogja nézni, hogy valóban azoknak a diétás
kitételeknek megfelelnek-e azok az étel sorok, amiket ők beküldtek, tehát mindenképpen ellenőrizve lesz egy szakmai zsűri által, utána a gyerekek is fogják kóstolni, és hát ugye nagyon fontos az, hogy a gyerekek ízlésvilágának és az ízlésének is megfeleljen, úgyhogy a végén 2018 ősz folyamán lesz ez a verseny, és akkor lesz az eredményhirdetés. Természetesen fényképpel együtt kell beküldeni ezeket a recepteket. Látható legyen, hogy ezek valóban megfőzött ételek, nem kitalált, légből kapott receptúrák. Azt szeretnénk, hogy amit a mindennapi gyakorlatukban használnak, és már jól bevált receptek, és ez azért lényeges, mert lehet, hogy Zalaegerszegen főznek valami nagyon finomat, és Miskolcon nem ismerik, de az is lehet, hogy Szegedről kapunk egy olyan ötletet, amit utána Sopronban fognak szívesen főzni. Tehát szeretnénk lehetőséget adni egy recept bázissal a közétkeztetők számára, hogy legyen hova nyúlniuk, hogy támogató segítő szándékunk van abban, hogyha ezeket a recepteket föl tudjuk tölteni, és hozzáférhetővé válnak a közétkeztetők számára, akkor segítség lesz országosan, hogy akinek nincs ötlete, vagy nincs olyan kreatív valaki a környezetükben, aki tudna nekik segíteni, minden is tudnak erről az oldalról, és fognak tudni ötleteket meríteni. Úgyhogy bátran biztatjuk a közétkeztetőket, hogy jelentkezzenek, várjuk a jelentkezésüket, nekik is értékes nyereményeket fogunk biztosítani, és ugyanúgy fogunk velük videós kisfilmet készíteni, mint ahogy a korábbi nyertes közétkeztetővel. Jó szívvel ajánlom, hogy nézzék meg, ajánlom az oldalunkat, hiszen motiválhatja őket, lelkesítheti őket, hogy érdemes ezért tenni, és a közétkeztetésben a jövő nemzetéket etetjük. Nagyon fontos, hogy ők megfelelően minőségi ételeket kapjanak a tányérjukba. Köszönöm szépen, én azt gondolom, hogy itt a Csillagpont Rádióban Miskolcon ezekre a játékos akciókra vissza fogunk térni, a részleteik pedig az imént már említett www.merőkanál.hu oldalon megtalálhatóak, és ami pedig a legkedvesebb iskolai konyhás néni, illetve bácsira vonatkozó játékot illeti, ahogy ön is mondta, április 6-áig várják tehát a fotókat, illetve az indoklásokat. Köszönöm szépen az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet dietetikusának, Mihály Kingának, hogy segítségünkre volt az akció ismertetésében. Köszönöm szépen!